Közel 2 millió menekült érkezett Libanonba a szomszédos Szíriában zajló polgárháború és az iszlám állam kegyetlenségei miatt. Az ENSZ válságtervet dolgozott ki, hogy még a téli hónapok előtt minél több menekültet tudjanak elhelyezni fűtött szállásokon. Beirutból Novák András tudósít. Hassan Mustafa már a télire készül az egyik menekült táborban a szíriai határ mellett. Már az éjszakák is egyre hidegebbek. Jelenleg Libanonban csaknem 2 millió menekült él. Minden nap érkeznek újak az ENSZ menekültügyi főbiztosságának központjába, Beirutba. Nagyon félünk a téltől. A sátorban már most is hideg van éjszaka. Azért jöttünk ide, hogy tudnak-e segíteni, egy rendes szállást találni. Arra már nincs esélyünk, hogy hazamenjünk Szíriába, de a testvérem Ausztráliában él, oda szeretnék én is kijutni, mondta ez a menekült asszony. Bár a szíriai határt teljesen lezárták, ennek ellenére egyre többen érkeznek a háború elől menekülve. A segélyszervezetek most a térre készülnek, egyre több fűthető sátrat próbálnak felállítani a táborokban. Egy külön programot dolgoztunk ki, hogy az újonnan érkező menekültek túléljék a hideget. Sokan pénzt kapnak tőlünk, mert már nincs hely a táborokban, és így tudnak maguknak rendes szállást bérelni, mondta az ENSZ területi illetékese. A menekültek nagy része Szíriából és Irakból érkezett, de sokan jöttek még Nigériából, Etiópiából és Kenyából is. És még egy megdöbbentő adat, amit elárultak az ENSZ menekültügyi főbiztosságán. Itt Libanonban legalább 1 millió menekülttel több van, mint akin segíteni tudnak, de ennek ellenére megpróbálnak mindent megtenni értük. Az ATV híradóját Beirutból Novák András tudósította.